A korábbi években még nem sikerült női előadókat is megnyerni a fesztiválhoz, de ezúttal Hidvég Lia mellett Barna Margit is meghívást kapott. A budapesti hölgy mindössze 2 éve lép fel közönség előtt is. Idén nyáron az Utcazene Fesztivál fellépőjeként megkapta a zsűri szakmai díját. Valakinek arról a műfajról, hogy egy gitár, és valaki énekel arról inkább egy ilyen háttérzene, egy ilyen, mit tudom én, étteremben valaki a sarokba ezt csinálja, és akkor úgy. Tehát nyilván más, amikor a székek így a színpad fele vannak fordítva, és akkor ezt le kell kötni a figyelmet. Szerintem úgy általában az a tapasztalatom, hogy működik, meg hogyha az ember így bevállalja, akkor működik. Pető Ádám már rutinos egygitáros fellépőnek számít. Nemrégiben költözött vissza Veszprémbe, miután hónapokig a Fejér megyei Abán gyerekekkel foglalkozott. Elmondása szerint a civil foglalkozás, a lovas és kulturális programok szervezése mellett mindig lesz ideje és energiája is zenélni. Ez egy olyan dolog, ami nélkül nem tudok nagyon meglenni, és ezért ez egy ilyen lelki dolog, tehát muszáj elmenni, fellépni, meg énekelni. A feldolgozások mellett saját szerzeményekkel is készült. Nekem először az érzés születik meg, hogy csak pötyög gitáron otthon, vagy valami, és akkor kialakul egy dallam, és ahhoz párosítok egy érzést, vagy egy emléket, ami régebben megtörtént, vagy ami foglalkoztat, vagy ami még nincs feldolgozva. És akkor ebből kialakul egy ilyen dallamvilág, meg egy hangulat, és akkor ha ez megtörtént, meg ez így kiforta magát, akkor utána kezdek el gondolkodni a szavakon, ami odaillő, és ami ugyanezt a hatást vagy érzést erősíti. No, no, you cannot take my experience away. No, you can't take my soul away. No, you can't make me go straight, 'cause I know. Where my father is, no, you cannot take my experience away.